Ebben a kis videóban megnézzük azt, hogy hogyan lehet beágyazni az oldalunkra YouTube videót. Válasszuk ki azt a kurzust, amelyikbe szeretnénk beágyazni ezt a videót. Én most az Imkösz kurzust fogom kiválasztani. Bekapcsolom a szerkesztést. Majd kiválasztom azt a témát, amelyikhez szeretném hozzáadni ezt a videót. A legegyszerűbb az, hogyha egy oldalt adok hozzá tananyagok közül a témámhoz. Ebben az oldalban ugye mint mindenhol máshol is meg kell adnom a nevet. Ez legyen mondjuk YouTube beillesztés. És a leírás az az, hogy hogyan illeszünk be videót az oldalunkra. A videót az oldal tartalmába érdemes beilleszteni. Hogyha be akarom illeszteni a videót, akkor meg kell keresnem a YouTube-on. Én már ezzel elő is készítettem egy videófájlt. Amint megvan a keresett videófájl YouTube oldalon, a képernyőjére nyomok egy jobb gombot. A Mozilla Firefox esetén biztosan fel fog jönni egy Copy Embed HTML menüpont. Erre fogok most kattintani, visszatérek az oldalamhoz, és a szerkesztő ablakban megnézem, hogy át tudok-e váltani HTML forrásra. Megnyomom a HTML-re váltást, és jobb gombbal be fogom illeszteni azt a kis scriptet, ami beilleszti majd az én oldalamba a YouTube videót. Később, ha profi veszek, akkor itt majd a beállításokat átnézem, egyelőre csak frissítek, és ezzel beillesztettem a YouTube videót. Nézzük meg, hogy hogy fog ez kinézni a tananyagok között. Visszatérek a kurzusomhoz, és látom, hogy megjelent egy olyan oldal, aminek az a neve, hogy YouTube beillesztése, rákattintok, és ilyenkor magában a tananyag oldalamba jelent meg a YouTube, és ha a play-re kattintok, akkor elkezdi lejátszani a videót. Ez a beillesztés módszere.